Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai napon Polyák Balázs a vendégünk, az MTK Budapest sportigazgatója. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. És köszönöm a meghívást. Ugye annak kapcsán kezdtünk el beszélgetni pár nappal ezelőtt, hogy az utánpótlássport.hu-ban nagyon figyelik azt, hogy hány fiatal tud az NB1-ben pályára lépni, és majdnem mindig megnyeritek ezt a kis házi versenyt azzal, hogy fiatalokat foglalkoztattok az NB1-ben, pályára engeditek őket, játszhatnak, és úgy tűnik, hogy nagyon komolyan fejlődnek is, mert hogy sok esetben meglehetősen jó pénzért el lehet őket adni külföldre. Ez a játékos politikája az MTK-nak, és úgy tűnik, hogy jól működik. Igen, jól látjátok. Úgy gondolom, hogy itt ez az is sokrétű. Egyik az, hogy kell egy olyan támogatása a tulajdonos oldaláról, hogy engedi megvalósítani azt a filozófiát, amit az MTK régóta követ. Én az utánpótlásban dolgoztam sokáig. Ugyanezt képviselem a felnőtt csapatnál is, hogy az akadémisták kapják meg a lehetőséget, de ott rajtuk múlik, hogy megragadják-e, tudnak-e vele élni. Az, hogy ezt egy üzleti modellbe átültetjük, ennek meg igazából csak átlátjuk a helyzetet, hogy az NB1-ből azok a játékosok eladhatóak, akik fiatalok, és itt igazából nekünk az a fontos, hogy minél fiatalabban be tudjanak kerülni a csapatba, hogy 21 éves korukig már legyenek meccsek a lábaikban. Balázs, újra és újra ezt kérdezem tőled, amikor jössz hozzánk ilyen 2-3 havonta. Ugye azt értem, hogy az a csapat, amelyik mondjuk Bajnokok Ligájában szeretne szerepelni, az azért nagyon jó játékosokat kell, hogy foglalkoztasson, de azok a csapatok, amelyek mondjuk a 4 és a 10 között szerepelnek, mint ahogy az MTK, akármi is lesz, most már 8-ban lesz mindenképpen a bajnokságban, hogy miért nem a fiatalokat foglalkoztatják, illetve miért van az, hogy ti fiatalokat döntően és többet foglalkoztattok, és ők meg tudják állni a helyüket, és tovább lehet őket értékesíteni, és mégis ott tudnak lenni azon a helyen az NB1-ben, ahol évről évre végeztek. Nagyon nehéz, mert nehéz beleképzelni magamat más klubok helyzetébe, de nagyon éles a verseny. 12 csapat van az NB1-ben, nagyon sok múlik azon, hogy bent tudj maradni az osztályban. Gyakorlatilag ezt már nem csak én, sokan elmondtuk, hogy két csapat, most talán inkább három az, aki játszik a bajnoki címén és a nemzetközi kupainduló helyekért, a többi csapat pedig azért küzd, hogy maradjon bent a bajnokságban. Jó, másképp kérdezek, miért tudják megállni a helyüket nálatok azok a fiatal játékosok, akik bekerülnek a nagy csapatba? Ez meg sokrétű. Egyik része az, hogy olyan légkört teremtünk nekik a csapatban, és olyan légkört teremtenek nekik az idősebb játékosok is a csapatban, hogy sokkal könnyebb nekik bekerülni az MTK-ba. Itt akár a Kanta Józsi szerepére is gondolok, aki a visszavonulásával fog maga után hagyni egy űrt az öltözőben, de ő egy olyan személyiség, aki fölkarolta a fiatalokat, ugyanazt a szellemiséget vitte tovább. Ugyanez a szellemiség a feladata, hogy ezt a szellemiséget tovább vigyék a mostani fiatalok, a következő generáció számára, és az MTK-nál én nagyon figyelek arra, hogy az öltözőben erről az oldalról legyen egy komfortos helyzet, hogy a fiataloknak ne megharcolni kelljen az idősekkel, hanem az idősek támogatásával tudjanak bekülni a csapatba, és tudjanak helytállni. Az MTK játékos politikáját a napokban a Red Bull Salzburgéhoz hasonlították. Fiatalok azok, akik érkeznek a csapathoz, te azt mondtad korábban, hogy tulajdonképpen nem az a fontos, hogy magyar vagy külföldi idegenlégiós játékos, hanem hogy fiatal legyen, akit lehet képezni, és aztán ő tudja a karrierjét tovább folytatni valahol máshol. Ezzel a klub is jól jár, mert vannak jó játékosai, ugyanakkor pedig természetesen bevétele is van, és nem csak mondjuk egy lábra támaszkodik. És azért hát itt van néhány olyan klub, ami jó nevű klub, ugye legutóbb Sön Szabolcs a Dallashoz igazolt. Van itt Genova, itt van a bolgár Levski, ugye van itt Ferencváros, Parma. Azért az, hogy ezekkel a csapatokkal, illetve a menedzserekkel fölveszitek a kapcsolatot, vagy ők megkeresnek benneteket hosszú távon, ez egy elképesztő rendszerré alakulhat ki, egy hihetetlen kapcsolatrendszerré. Igen, az, hogy üzleteket és sikeres üzleteket is tudjunk bonyolítani, az nem úgy működik, hogy én kiülök a lelátóra és megnézem a mérkőzéseket és várom, hogy a telefonomra megérkezzen néhány híves játékosokról, hanem igenis dolgozunk a háttérben azon, nem csak a klub részére, természetesen az ügynökökkel karöltve, hogy igenis nekünk kell arra figyelnünk, hogy legyen játékos eladása a klubnak. A játékos eladás viszont kétrétű. Egyik oldal az, hogy számítunk igen bevételre, a másik oldal, hogy helyet kell teremteni az utánuk jövő generációnak.
hogyha soha nem adunk a játékost, akkor senki nem fog bekönni a csapatba. Úgyhogy nekünk van egy korosztály, például a Ferencvárosba távozó Gera és Katona, nálunk már ők abba a generációba tartoznak, akiket a nemzetközi piacra az MTK pozíciói miatt már nehezen fog tudni értékesíteni, a Ferencvárosnak meg lehet erre a lehetősége, vagy akár a Ferencvárosba tudnak akár fejlődni, de a korukból fakadóan ők már kiléptek az MTK által fiatal kategórián kívott játékos alapból. És a külföldi csapatokkal milyen kapcsolatot lehet ezáltal kialakítani a jövőre nézve? Mennyire pesdül fel ez a... Ez mindig azon múlik, hogy ki az első igazolás. Hogyha van egy közösen jól sikerült üzlet, akkor ebből lehet hosszú távon is. De itt az alap felállás az, hogy legyen egy jó játékos. Ha jó játékos van, és jól teljesít a pályán, akkor mindig van érdeklődő, ha meg nem, akkor nincs. Azt a játékos lehet eladni, akire jön ajánlat, nem úgy működik, hogy mi kitaláljuk, hogy őt szeretnénk eladni. Várszegi Gábor révén lett Magyarországon az első, vagy alakult meg az első labdarúgó akadémia, az MTK akadémiája. Te azért elég jól belelátsz ebbe a rendszerbe, ugye sok minden változott azért azóta. Mi az, amit a koncepcióból meg kellett tartani, mert nagyon jó volt, és ami még mindig megvan az MTK koncepciójában, és mi az, ami változott, mert hogy a korral változni kell mindennek? Jól látod az alapköveket, és egy olyan irányvonalat a Várszegi Gábor lerakott az MTK-nál, amit a következők, az utána következők, és szerencsé az utána következők tulajdonosok is folytat. A helyzet sokban változott, sok szereplő belépett a piacra, sok olyan klub van Magyarországon is, aki már nagy figyelmet fordít az utánpótlásra, úgyhogy az MTK akár utánpótlás szinten is nem biztos, hogy a legeredményesebb vagy a legsikeresebb klub a bajnoki címeket nézve, viszont abban, hogy ki az, aki be tud kerülni a felnőtt csapatba, vagy profi játékossá tud válni, magyarán a futballból tud megélni, mindegy, az MTK-ban vagy akár másik csapatban. Az MTK még mindig a meghatározásnál a legmeghatározóbb klub is. Ezt a helyzetünket szeretnénk fönntartani, és ezt szeretnénk vonzóvá tenni a fiatal játékosoknak is, hogy azért igazán az MTK-ban, mi megadjuk a lehetőséget, és hogyha jól teljesít a játékos és él vele, akkor innen a lehetőség is megvan arra, hogy tovább tudjon lépni. Megvan az a terület, az a része a játékos piacnak, vagy mondjuk az európai piacnak, ami felé leginkább szeretnétek terjeszkedni, mert hogy a játék stílus az MTK-nál egészen fiatalkortól úgy van kialakítva, hogy valamelyik irányba jobban megfelel, mint egy másikba? Mert ugye arra gondolok, igen, hogy az angol foci, a spanyol foci, az olasz foci teljesen más, igen, jellegű. Éppen ebben ez mondjuk egy olyan dolog, amiben komolyan változtattunk, és változtatni szeretnénk a következőkben is. Az pedig az, hogy az MTK-nak a képzése is abba az irányba menjen, hogy ne csak egy típusú klub és egy típusú futballt játszó klubba tudjanak az MTK játékosok sikeresen tovább lépni, hanem a világ bármelyik pontján tudjanak akár futballozni. Ehhez az kell, hogy sokoldalú játékosokat képezzünk. Hány év ez, mire ezt a rendszert át lehet így alakítani? Mert azért ez egy nagyon meghatározó stílus volt az, amit sok éven keresztül az MTK-ban lehetett látni. Az alap dolgok természetesen nem változnak, de ez egy olyan típusú szakmai kérdés, ami már egyébként rajtam túlmutat. Én igazából csak a végeredményt látom, és azt próbálom az edzőkkel egyeztetni, hogy mi a fontos, hogy milyen stílusjegyeket kell visszalátnunk a felnőtt csapatba, és kik azok a játékosok, milyen típusú játékosok, akik keresettek a nemzetközi piacon. Ez a játékos politika mindenképpen azt feltételezi, hogy ugye nem a bajnoki cím az, amit ki lehet tűzni célul, persze nem olyan rossz, hogyha ezt sikerül megszerezni. Erre is volt példa, amikor egy nagyon fiatal csapattal ez sikerült éppen Kantályékkal, de azért mégsem lehet ez az állandó cél. Ez egy elfogadott dolog az MTK-nál, hogy azért tudjuk, hogy nagyjából oda 4 és 10 közé lőjük be a csapatot. A cél alapvetően az, hogy az első osztályban tudjon szerepelni a csapat folyamatosan, és ebben pedig kapjanak szerepet fiatalok, kapjanak szerepet olyan légiósok, akik a klub számára értéket teremtenek. Ennél komolyabb célokat ebben a pillanatban az MTK nem mer megfogalmazni. Ettől függetlenül a papírformát szeretnénk mi is felborítani, akár egy-egy mérkőzésen, akár pedig egy szezon tekintetében. Akkor az elmaradhatatlan utolsó kérdés, amit mindenkinek felteszek, ez a szezon a Covid miatt mennyire volt más, mint a többi, mennyivel volt nehezebb, vagy esetleg más? Más típusú nehézségekkel szembesültünk az egész szezonban. Izgulni kellett, hogy az adott játékosnak éppen milyen lesz a tesztje, ez egyfajta nyomás a játékoson, nyomás az edzőn, nyomás a vezetőkön, úgyhogy ezeket kellett
koordinálni, és néha olyan játékos esett ki, aki egyébként egészségesnek gondoltunk, de mégse léphetett pályára, vagy egyéb okok miatt a csapatoknak az összetételet azért folyamatosan befolyásolt, itt a szezon végén talán már kevésbé, de az ősszel, amikor a csapatok is és a labdarúgó szövetség is csak tapogatta, hogy mi lehet esetleg a jó irány, meg milyen protokollokat kell követni, akkor azért sok nehézség volt. Köszönöm szépen, innen fogjuk folytatni ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. A kedves nézőktől most átmenetileg búcsúzunk, viszontlátásra.